Örvendezünk annak, hogy reménységünk szerint részesülni fogunk Isten dicsőségében. De nem csak ennek örülünk, hanem a megpróbáltatásoknak is, amelyeket ki kell állnunk. Miért? Mert tudjuk, hogy ezek türelmes kitartást fejlesztenek ki bennünk. A kitartás eredménye a kipróbált jellem, abból pedig reménység származik, ez a reménység pedig soha nem fog csalódást okozni, hiszen Isten szeretete betöltötte szívünket a Szent Szellem által, aki Isten ajándéka a számunkra. Az áldások meg a csapások azok olyan mérföldkövei az életünknek. Az áldás az az Isten természet fölötti megjelenése az életünkben. A csapás az a gonosz természet fölötti megjelenése az életünkben. Ezen különbözik a jótól meg a rossztól. Vannak ilyen egyszerűen jó meg rossz dolgok, de van, amikor megjelenik az Isten egy jó dolgon keresztül, és az az áldás. Ez lehet egy folyamat, lehet egy esemény. És az ördögnek nagy munkája van azon, hogy elhitesse velünk, hogy az áldások azok a mi hitünk, jó cselekedeteink, istenfélelmünknek a következményei, a csapások pedig a bűneinknek a következményei. Ha ezt sikerül elhitetni velünk, akkor teljesen kitekeri a személyiségünket, és egy ilyen, akkor az áldás is rossz lehet az életünkben, mert ha egy szemernyi gondolatod van, hogy közöd van ahhoz az áldáshoz, amit az Istentől kaptál, akkor megroskod az egész személyiséged, és gőgös leszel, felfúvalkodod, az egészet rosszul érted. Ha pedig egy szemernyi gondolatod támad, hogy a csapás az azért jött, mert nem jól viselkedtél, de még akkor is, ha esetleg valaki meggondolatlanul élt, érted? És azért jött a dolog. Hányszor vagy meggondolatlan, és semmi következménye nincs, és egyszer csak van. A Jób könyve mondja, hogy az áldás az Isten, a csapás, meg az az ördög. És azért jön, mert az Isten és az ördög között van egy küzdelem, és ki megmagyarázhatatlan módon Isten néha azt mondja, hogy kezedbe adom őt. És akkor, amikor áldás ér, akkor kell nézned a bűnösségedre, hogy méltatlanul kapod. Amikor meg csapás ér, akkor azt kell nézned, hogy Isten tökéletes, megváltott, hibátlan gyermeke vagy. És ez az egész azért van, mert az ördög azért jött, hogy lopjon, raboljon és gyilkoljon, és semmi közöd nincsen hozzá. És akkor, ez nagyon érdekes, azt mondja, hogy örvendezünk az Isten dicsőségének a megtapasztalásának, de örvendezzünk a megpróbáltatásoknak is, és valahol ugyanoda végül az Isten szerelméhez és az Isten szellemének a kitöltetéséhez lyukad ki, és valahogy ugyanoda ér a megpróbáltatásokon keresztül, mint ahova az Isten dicsőségének a megtapasztalásához. És én azért szeretném, hogy ennek az írmagja is menjen ki a gondolkodásunkból, a gondolkodásotokból, hogy nem vagy felelős azért a csapásért, amely sújtja az életedet. Ez az Isten népét is sújtja. Nem, ez azért jött, mert ott van még ez a küzdelem. Én nem tudom, hogy van ez, hogy az ördög már ugye diadalmenetben végig lett hurcolva, de azért teljesen erejében van, ha úgy kicsit körbenézel. Tehát az ő ereje az teljesen aktív és vitális, és most nem tudom, hogy van ez, hogy ő, de tehát ebből a szempontból ezt kell nézni, úgyhogy én megint csak bíztatlak benneteket, hogy Isten áldás nem büntet, nem nincsen benne semmi sötétség, ő világosság. Ő ezt az áldást előbb adta, utána jönnek a jó cselekedetek, miután ezt az áldást befogadtad. Nem azért jön az áldás, mert a legkisebb között is van hozzá, a gonoszokra is jön az áldás, és az igazakra is jönnek a csapások. Ez egy küzdelem, amelynek a részei vagyunk, és a
megpróbáltatásokon keresztül is megtapasztalhatod az Isten dicsőségét. Megdicsőítheti a nevét a megpróbáltatáson keresztül, ugyanúgy, mint az áldáson keresztül. Ámen.